másikat, és ez az, ahogy a természetünk az felfedezik a gonosz hálam, így jelenik meg. Ugye nem mondjuk azt, hogy gonosz hallam egy emberről, aki egyszerű életét éli az utcán, gyerekekkel, felnőttekkel, hanem a gonosz hallam pontosan az, csak az embernek csak egy hallama van ebben a világban, de a gonosz hallam, a valódi gonosz hallam, ahogy ezt hívjuk, az azokban az emberekben jelenik meg, akik össze akarnak kapcsolni egymás között, és állandóan felfedezik az ő sóvárgásuk mértékében a nyomást, az erőfeszítést, hogy tesznek, hogy összekapcsolódni, és ennek megfelelően felfedezik, hogy mennyire nem képesek mindezt megtenni, hogy mennyire a megszerzés iránti vágy állandóan felébred bennük, és eltaszítja őket egymástól. És írva van a Zohar könyvében, hogy a Rabbi Simon tanítványai, mindegyikük a Garde Acilut szintjére emelkedett, egy hatalmas, magasztos helyre, egy nagyon magasztos helyre, amikor a leckére jöttek, mielőtt a leckére jöttek volna, a leckéjük az egy gyakorlati lecke volt, ami arról szólt, hogy amit egymás között meg akartak tenni, ilyen workshopokat tartottak egymás között, a könyveken keresztül, de ahogy ők megpróbáltak összekapcsolódni egymás között, és mindez a küzdelem, amit léteztek, ezzel kifejezték mindezt az olyan könyvén keresztül. Ez azért megírták a könyvet, és akkor érezték, hogy a közöttük levő kapcsolat az tüzet hozott létre, hajlandóak voltak elégetni egymást, és ez már egy nagyon magas szintre tanúskodik, ami elére kapcsolatot, tehát a jó hang, tehát az egyik a másikkal szemben áll. Bocsánat az internetért, most két, mindegy. Ennél fogva ez a könyv, tehát a Zohar könyve, ez egy útmutató, a korrekció felé. Ennél fogva ez 2000 éven keresztül el lett rejtve, és ez várta a megfelelő alkalmat, amikor mi, az egész emberiség képes lesz elérni egy olyan állapotot, amikor már nincs más választásunk, hanem korrigálnunk kell magunkat, és ki kell javítanunk ezt a válságot, és mi, ahogy ezt a pálaszolán mondja, Kuk, Ari, az Arival kezdve az összes nagy kabbalista erről beszélt, 500 évvel ezelőtt. A kabbalisták meghatároztak, tehát Avraham Azulai írja, hogy a mi időnktől kezdődően, és ez körülbelül 1490-es évektől, mit is írt Avraham Azulai? És most olvassuk, hogy mit írt Avraham Azulai. Tehát hogy az lett meghatározva felülről, hogy a szemzetés alatt csak nem foglalkozhatunk, tehát egy 1490-től már az utolsó generáció kezdődik, és akkor a tiltás el lett távolítva, és meg lett adva az engedély, dolgozunk az olyan könyvével. Tehát az 1540-es évektől kifejezetten meg lett határozva, hogy a kicsinyek és nagyok is, akik az Zohar könyvével dolgozhassanak, mivel ennek megfelelően a messiás király elérkezik majd, és semmilyen más megoldása keresztül nem jelenhet meg a messiás király, csak is a Zohar könyvén keresztül. Azaz kifejezetten mondja rá, azáltal, hogy mi tanuljuk a Zohar könyvét, még akkor is, hogyha nem értjük, hogy mit mond, vagy mi van benne leírva, de mi megértjük, hogy nekünk össze kell kapcsolódnunk, és a közöttük levő kapcsolaton keresztül fel kell fedeznünk a spirituális világot, és hogy az egész zuhanás felülről, hogy azt mondjuk, hogy felülről, azaz a közöttük a szintjéről, a közöttük szeretett szintjéről lezuhantunk, azaz lezuhantunk a gyűlölet felé, és egy szétválás jött létre közöttünk, egy szakítás jött létre közöttünk, nekünk vissza kell állítanunk a korrekciót alulról felfele. A kapcsolat erre van szükség az egész emberiség számára, de mi elértünk egy állapotot a mi időnkben, amikor mi már elkezdjük érezni, vagy a válság, az nem a gazdaságról szól, vagy az ökológiáról, vagy az oktatásról, vagy a családról, vagy azok már csak a részei ennek a válságnak, ezek csak a egyéni részei az általános válságnak. Nyilvánvalóan az mind megéri mindenkit az egész emberiségen belül, de hogy különböző
különböző szintjeleken, különböző módon, hogy a válság, de a valódi válság, az igazi válság az emberek közötti viszonyban van. Tehát ez egy egyéni válság, azaz nekünk kell összekapcsolódnunk, egy egyetlen rendszerhez kell kapcsolódnunk, egy kölcsönös rendszerhez kell kapcsolódnunk, mivel képtelenek vagyunk elérni ezt, hiszen ebben a világban nincsen erre, ami képes minket összekapcsolni. Tehát ezt még fel kell fedezzük, hogy nincsen erre ebben a világban, ami képes nem minket összekapcsolni. Tehát ezt nekünk magunknak kell felfedeznünk, hogy kénytelenek vagyunk egy külső erőt kérni, az egész emberiségnek előbb-utóbb éreznie kell ezt, hogy rászorulnak egy külső segítségre. És az eszköze annak, hogy felfedezzük a kapcsolat erejét, a kapcsolat hatalmát, amivel képesek vagyunk megszabadulni az összes problémánktól, hogy mi elkezdjük érezni egymás között ezt a teljesen másfajta valóságot, egy új valóságérzékelést kezdünk majd érezni. Ez a Zohar könyvének a korrekt tanulásából származik. Ennél fogva mi már évek óta, négy évezet, 2010-ben elkezdtünk dolgozni a Zohar könyvén, ugye 2010-ben volt az első Zohar kongresszus, elkezdtünk dolgozni a Zohar könyvén, annak érdekében, hogy ezt elrendezzük egy olyan módon, hogy lehetséges legyen ezt felhasználni bármilyen személy számára, hogy bárki képesen kezébe venni, egy egyszerű módon. Nem az, hogy mi megváltoztattuk a szöveget, az alapszövegét nem változtattuk meg, ez egy olyan szöveg, amit nem nyúlhatunk, amit nem lehet megérinteni, hiszen az a Gárdia Célit szintjéről íródott, a végső korrekció szintjéről íródott, ennél fogva mi képtelenek vagyunk bárki, aki arra gondol, hogy egyáltalán bármit kezdhetünk a szöveggel, az ugye elképzelhetetlen, hanem az egyetlen dolog, amit tettünk, az, hogy lefordítottuk az arámi nyelvet héberre, és mi megnyitottunk valami rövid zárlatokat, vagy könnyebb átvezetést tettünk, hogy egyszerűbb legyen olvasni. Tehát egy bármilyen, ami könnyebbé tette, hogy a könyvet közelebb visszük az egyszerű olvasóhoz, hogy bárki, aki képes héberről olvasni, ez elég legyen számára. Akkor tudja majd, hogy hogyan olvassa ezt a könyvet. És valóban minél inkább tanulmányozok ezt a könyvet, annál inkább látjuk, hogy minden megtalálható benne, minden el van rejtve benne. Megvan az oka annak, hogy a kabbalisták ezt írják, és ugyancsak az összes generációk során, akik a Zohar könyve óta elteltek mind a mai napig, az összes generáció, azok mind kölcsönvettek ebből a könyvből, mint egy élő forrás vízéből merítettek, hogy újabb és újabb erőt vonzottak a korrekció, a tudás, az összes szintek megvizsgálás érdekében, mind ebből a könyvből származik, hogy elmagyarázták a spirituális világot ezen keresztül. És a Zohárnak a dicsérete, ugye ez nagyon sok helyen megtalálható az évek során, ugye mindenféle forrásokból dicsértek a Zohár könyvét. Meg kell értsük, hogy az egész kabala bölcselete a Zohár könyvére épül, teljesen mindegy, hogy ki ír, vagy mikor írták, vagy mit írtak, ez mindig a kabala, mindig az alap, az a Zohár könyvéből származik, onnan származik a forrás. Esetleg valamit tudod neki, hogy Arán olvasom valamit. Oké, tehát az első idézet. Az, aki nem tanúskodott a Zohár illumináció fölött, az még soha nem látott fényt egyáltalán. Tehát az összes fény ezekből származik. Ez nem egy könyv, nekünk meg kell értenünk, ez nem egy könyv. A kabbalisták nem írnak könyveket, hogy ez csak ki legyen nyomva, vagy írva legyen. Ők létrehozzák ezt a spirituális rendszert egymás között, egy spirituális rendszert hoznak létre egymás között, és ez csak kifejezik számunkra valamilyen szöveg formájában. Ez nem egy könyv, ami íródott önmagában. De a legfontosabb cselekedetük a spirituális cselekedet azáltal, hogy érzik a kapcsolatot, a kapcsolat a hátán, kapcsolat minden szinten, hiszen a törés során pontosan ők a kapcsolatok szakadtak meg, és elszakadtunk egymástól, és ők ezt elrendezik, összekapcsolják ezeket a kapcsolatokat, és ismét összerakják a rendszert, ezt egyetlen integrált, uniform rendszerre kapcsolják össze, és utána a munkájukon keresztül kifejezik ennek a kapcsolatok különböző formáját, hogy mi történt, hogy mi származott abból. Ez van a könyvben kifejezve. Tehát először is ők felfedezik saját magukon az összeállított kap, először is az törést, először is felfedezik magukon keresztül a törést, ami egy nagyon kellemetlen állapot, amikor érzik a törést. Ez az, amit felfedeznek, hogy ők el akarják égetni egymást, gyűlölik egymást. Van egy ilyen idézet?
következő olvasat. Írva van a Zohar könyvében, a Parasat valamelyikben, hogy milyen jó és milyen kellemes, amikor a barátok együtt ülnek. Ezek a barátok, amikor ők együtt ülnek, és nem válnak el egymástól. Kezdetben ők úgy tűnnek, mint harcosok egymás ellen, akik meg akarják ölni egymást, de később visszatérnek a szeretethez és a kölcsönösséghez. A Teremtő mit mond róluk? Hogy milyen jó és milyen kellemes, amikor testvérek együtt ülnek, amikor együtt vannak, amely az istenséget is magába kell foglalja a közösségük, és csak is akkor a Teremtő meghallja a hangokat, és a Teremtő boldog és elégedett velük. Ez azt jelenti, hogy ők felfedezik a törést először is, felfedezik a szakadást egymás között, azaz egy hatalmas gyűlöletet, taszítás, sötétséget, ködösséget, zavarodottságot, tehetetlenséget, reménytelenséget éreznek, mindenfajta negatív érzelmeket, amiket mi is átmegyünk újra és újra, de ennélkül lehetetlen, hiszen úgy ezt tanuljuk, hogy először este, aztán reggel az egy nap, azaz a fény az mindig a sötétségből tör elő, és ezt követően felfedezik a kapcsolatot, hogy hogyan vagyunk képesek ezeket a dolgokat összekötni egymás. Ugye vagyunk képesek ezt egyetlen kapcsolattal rendszeri egységi összeállítani. Ez az, amit a kabbalisták csinálnak a gyakorlatban, és később ők elhozzák ezt számunkra egy könyv formájában. Tehát a könyv az mint egy eredmény, vagy konzekvencia, következménye, hogy írásba helyezik azt, amit átéltek, amit ők a spirituális szinten, a spirituális rendszerben elértek. Tehát először ugye felfedezik a törött rendszer, és utána elérnek valamifajta kapcsolatot, hogy mekkora mértékben képesek egy egységet létrehozni, összekapcsolni törött részeket egymásra, és aztán ezt fedezik ki a könyvben, a törést és a kapcsolatot. Tehát egyik generációról a másikra, annak megfelelő kabbalisták hogyan haladtak előre a korrekcióval. A kabbala bölcselete is változik, mit jelent ez? Hogy az, aki már a következő generációban jön, annak már nem kell korrigálni azt, amit korábban az előző kabbalisták korrigáltak, amit előzőleg kellett korrigálni a korábbi kabbalistának számára, a kabbala bölcselete már egy másfajta módon jelenik más, és ez ennél fogva a munkája is más. Másfajta korrupciók jelennek meg, és ő maga is más. Tehát ez változik, evolúció megy keresztül, ennél fogva minden egyes generációban az újabb-újabb bölcsek másképpen értékez, tehát már mélyebben képesek korrigálni. Oké, közel újabb idézet. Majd ragyog, mint a mennyi boltnak a ragyogása, ezek a szavak, amelyek az illuminációra törekszenek, ez a Zohar könyve. Azaz azok, akik erőfeszítést tesznek, hogy behatoljanak a Zohar könyvébe, és a Zohar könyve az valójában, nos, mondjuk azt, hogy ez megegyezik az összes generációk számára, hiszen az a végső korrekció szintjéről lett íródva, az összes többi más könyvhöz hasonlítva, amit a kabbalisták írtak. Tehát az alkönyve íródott a legmagasabb szintről, kivéve Balhaszullamot, aki ugyancsak elérte ezt a magas szintet, ennél fogva képes volt egy interpretációt írni, a Szullam kommentált, a Létra kommentált, az egész Zohar az megírta, amivel ő elérte ugyanezt a szintet. Tehát a Zohar könyve az összes generációhoz tartozik, hiszen ez egyenlő mindenkivel, és az, aki belemerül a Zohar könyvébe, ő maga is ez a fény emberévé válik, akkor elkezd ragyogni, mint a mennybolt ragyogása, azok, akik a Zoharral foglalkoznak. Ők átváltoznak, a saját tulajdonságaiknál válnak, hogy a fény elkezd ragyogni bennük. Harmadik idézet. A Zohar az arra volt hivatva, hogy el legyen rejtve egészen az utolsó generációig, amely az utolsó időkben jön majd, és akkor majd a Zohar könyve fel lesz fedve. Mi megtanultuk, mondja Rav, megtanultuk az Avraham Azulay írásával, aki egy nagy kabbalista volt a középkorban, az 1400-as években, és a Cordoverótól, most a Cordoverótól, a Ramaktól, vagy a Ramchaltól, a Zaritól, a Malhutól, a Zari tanítványától, tehát a generációktól, a kabbalisták összes generációval, akik összekapcsolódtak, vagy az Arihoz kapcsolódtak, mivel az Ari volt az a kabbalista, aki minthogyha egy vágást hozott volna létre a számüzetésben, befejezve a számüzetésben, az 500 éve volt, és onnantól kezdve, az Aritól kezdődve kezdődik a messiás idő, az utolsó generáció. Ez egy időszak, amiről beszélünk, hogy ezt a válaszolom a magyarázat számunkra, az fokozatosan jelenik meg a soros Aleph Bet Gimel szintjén, és mi már a Dalet, a negyedik szinten vagyunk, mi már a
a messias idejének a végső időszakában hatulunk bele, és az egész világ egy zuhanásban van, és ennél fogva a kabala bölcselet egyre inkább megjelenik, miközben a világ elkezdett zuhanni, egy végtelen zuhanásban, és az Ari idejéig a Zohar könyve el volt rajtve. Úgymond megjelent meg a Moshe Leon, mint hogy megtalálta volna, Rabbi Moshe de Leon megtalált a középkorban, de igazából az Ari volt az, aki képes volt feldolgozni, csak ez az Arin keresztül érdemeltük ki azt, hogy elkezdjük látni, hogy valóban mi is íródott a Zoharban. Tehát az Aritól kezdődően mi valóban úgy számoljuk, hogy a messiás időszakában vagyunk, az utolsó generációban a messiás, ez az, hogy a munkánkon keresztül képesek vagyunk a reformára fénymagunkra vonzani, ugye a messiás szó, a húzás szóból, az alulról való felébresztésük által, a saját vágyunk által magunkra vonzunk, felébresztjük azt a vágyat, amely különböző szinteken keresztül megy, és akkor képesek vagyunk a fényt magunkra vonzani, annál fogva kijavítsuk a viszonyokat egymás között, és elkezdjük felfedni, hogy mi valóban belépünk, nem is ebben a világban javunk, hanem belépünk a felső világba. Ez mind meg van vizsgálva, tisztázva van a közöttük levő viszonyokon keresztül, hogy a közöttük levő viszonyok kapcsolatok korrigálhattak, és helyessé válnak, ennek megfelelően elkezdjük érezni, hogy mi egy magasztosabb világban vagyunk, egyre magasztosabb érzékelésbe lépünk, és mindez a 125 szint keresztül. Négyes idézet. És mivel Izrael arra van hivatva, hogy megízlelje az élet fáját, amely a Zohárnak a forrása, ennél fogva kiléptek a szemzetésből kegyelemmel. Hogyha mi elkötelezzük magunkat a Zohár könyvében, azt tennünk kell a helyes módon, akkor természetesen kiléptek a szemzetésből kegyelemmel. Ha nem, akkor azt mondja, hogy egy olyan királyt helyezik felétek, mint Haman, mondja ugye a teremtő, és akkor szükségszerűen erőszakosan kiléptek meg a szemzetésből az erőszakon keresztül, a hátulzsorra való lökésén keresztül, azaz vagy egy jó, pozitív módon a Tóra útján, a reformáló fény útján, vagy a fény útján, ugye ez a pozitív oldal, én megteremtettem a gorosz államot, és megteremtettem a Tórát, mint fűszertében, az abban levő fény reformált, tehát a Tóra az a fény ezen keresztül. Tehát akkor az következik, hogyha mi tudjuk, hogy hogyan korrigáljuk, hogyan merüljünk el a Zohar könyvében, akkor képesek azon magunkra vonzani a reformáló fényt, és akkor kimenekülünk a szemzetésből, ami a gyűlölet, az alaptalan gyűlölet, és a mi szörnyű létezésünk ebben a világban. Minden a közöttük élő kapcsolatnak megfelelően változik. Igen, következik. Válaszolom írja a Zohar bevezetőjében, hogy két út van, amit a teremtő felkészített számunkra, annak érdekében, hogy elhozza minket a vágyat állapotba. Az első az a Tóra és a Micvotnak az útja, tehát a Tóra és a Micvot az, hogy korrigáljuk a vágyunkat, mivel a személy a gonosz hajlamában 613 egyéni vágya rendelkezik, neki korrigálni kell ezeket a reformáló fényén keresztül, amit nevezünk, hogy a Tóra, tehát korrigáljuk ezt. És a második, az pedig a szenvedés útja, azaz, hogy maga a szenvedés fogja a testet lecsiszolni, és arra kényszerít minket előbb-utóbb, hogy a megszerzési vágyunkat átváltoztassuk az adakozás formába, és hogy ahhoz menjünk. Tehát, hogy ugyanazokat a cselekedetek hajtsuk végre, de a szenvedésen keresztül, amely valójában egy nagyon nehéz és túlzott dolog, és a Tóra útja az, hogy a fény, amit magunkra vonzunk, az egy rövid és kellemes út. És ezt, amit a bölcseink mondtak, hogyha mi reformáljuk magunkat, akkor jó. Ha nem, akkor egy olyan királyt helyezek felétek, mint a Haman, és akkor az akaratotok ellenében majd reformált titeket, ahogy ezt a bölcseink mondták, hogy Beitó vagy Ahisena, hogy ők kiérdemelték, akkor Ahisena, ha nem, akkor Beitó a maga idejében. Ötödik idézet, Rav Kook. És itt az ideje annak, amely kényszerít minket arra, hogy megnöveljük a Tóra megszerzését és a Zohar könyve, amely új utat tör számunkra, az egy utat vág nekünk a sivatagban. És ez összes bőség készen áll arra, hogy megnyíljon számunkra a üdvözülés felé.
Ugyanez, tehát igazából csak meg akarják mutatni, hogy nagyon sok kabalista középkortól kezdődően, meg a korábbi időkből, meg a mi időnkben is, ami a Rav Kook, ahogy ezt hallottuk, ők beszélnek ugyanarról az attitűdről a Zohar könyvével kapcsolatban. Pallas Ulam folytatja, hogy én a kommentárt Szulámnak, létrának hallottam, hogy a kommentár az olyan, mint a létra, hogyha te felemelkedsz a teljesen jó irányba, akkor semmi nem hiányzik számodra, csak a létrára, ami képes, hogy felemelkedni, és akkor a világ összes bősége a kezedbe kerül. Raf, mi elkezdjük a munkánkat azáltal, hogy csoportot építünk. 10 emberes csoportot építünk, és mi azon belül egyként akarunk létezni ebben a csoportban. Hogyha ez a tíz ember, mi ezeket egyé változtatjuk, összeolvasszuk egyé, akkor elkezdjük felfedezni ez az egységen belül a felsőre. Hogyha mi befejezzük ezt a munkát, és most elkezdünk egy külső kört magunkhoz csatolni, ugye a külső publikummal, tehát még egyszer, nekünk őket magunkba kell olvasztanunk az egység szintjéig, hogyha ebben az egységben mi elérjük a nefest, összekapcsolva a külső szintet magunkhoz, akkor ezen kerül felfedezzük a ruachot, a ruach szintjét, a bocsánat, tehát oké, tehát ez a nefes, ez eljut egy bizonyos pontig, és akkor azon belül már felfedezzük a ruachot, tehát az egyik szint után a következő szintbe úgymond beesünk. Hogyha képesek vagyunk egy még külső kört magunkhoz csatolni és beolvasztani magunkba egyben, tehát mondjuk az, hogy eddig 1000 ember vagy 100 ember volt, utána 1000 ember, teljesen mindegy, hogy hány, csak egyre nagyobb mértékű külső kör, általában az mindig tízszeresével, tehát tízszeresebb, akkor felfedezzük a nefest ott, a ruachot ott, és akkor azon belül már felfedezzük a nesemát, a ruachon belül már felfedezzük a nesemát. Ott a nefes, ruach és a nesema szintjei. Oké? Nefes, ruach, nesema. És ez az, ahogy ez folytatódik tovább a haja és a jehide szintjeik. Tehát minden ezeken a köröken múlik, ahogy mi haladunk előre. Tehát ebből az következik, hogy ugyanaz a kommentár, amit a Pallas Ulam létrehozott, ő azt a létrának nevezte. Miért? Mivel minél inkább mi haladunk előre, és mi magunkba szívunk egyre szélesebb köröket, szöraparátokat, aztán a szélesebb köröket, az olyan, mintha emelkednénk a létrán, a közöttünk levő kapcsolatunk keresztül, ami egyre erősebbé válik, és akkor mi egyre erősebb, nagyobb edényé válunk, amelyben a fény egyre inkább megjelenik, a teljes fény, a naranháj megjelenik az edényeinkben, amelyek ugye a kahabzon edényei, és akkor egy egyetlen edénnyel és egyetlen fényel rendelkezünk, és akkor elérjük a teljes összealvadást, amely a teremtés célja. Ez lényegében a folyamat, amin keresztül kell menjünk. Ez az öt szint, a Hamisra Madragot, és ott a körben egy másik kör, a Haya fénye számára, aztán még egy kör, a Yehida fénye számára, összességében öt kör, öt réteg, és mindegyik fel van osztva önmagában 25-re, és tehát 5 meg 5 meg 5, tehát a Naranhajde, 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 tehát 3x5, 5x5, tehát összességében 5x5x5, hogyha azt szétválasztjuk részletekre, akkor mi 125 szinttel, vagy 125 réteggel rendelkezünk, mint a hagyma héjaival, ahogy egyre köröket kapcsoljuk magunkhoz. Ennél fogva, Pallas Ulam, aki egy kommentárt kreált az egész Zohárra, a Zohár teljes magasságáig, a végső korrekcióig, a Gemar Tikkunig, tehát a Pallas Ulam egy létrát épített számunkra a teljes magasságig, lényegében a létre kommentárt csinálja, hogy hogyan emelkedjünk fel a spirituális magasságba a létren keresztül azáltal, hogy összekapcsolunk egyre erősebben azokon az edényeken keresztül, amiket ő felfedezett, az összes edényen keresztül, amiket ő felfedezett. Tehát ezért van az, hogy a kommentárját egy létrának nevezte, a létre kommentárnak, Ulam.
ha-szulam, a létre, ha-szulam, a létre, a létre kommentár. Idézet, hetedik idézet. A messiás ideje előtt lehetetlen, hogy megkapjuk mind a 125 szintet, más ideje alatt. Rabbi Shimon Rabbar Yohannak az elérését, azaz Zohar szerzőnek az elérését. Ők voltak az egyetlenek, akik megkapták mind a 125 szintet teljességében, bár az a messiás napja előtt volt, de ők megkapták ezt, és ez volt mondva róla, és az ő tanítványairól, mármint a Rabbi Shimon tanítványairól, hogy nem lesz még egy olyan generáció, mint a Rashbi generációja, egészen a messiás generációja. Ezért van az, hogy az ő kompozíciója olyan hatalmas hatással volt a világra, hiszen a Tóra titkai, amelyek azon belül vannak, azok elfoglalják mind a 125 szintet. Ennél foglalják, azt mondták, hogy a Zohárban, hogy a Zohár könyve az csak is a napok végén jelenik majd meg, a messiás napjaiban, az utolsó generációban. És mivel a Zohár most megjelent a mi generációkban, teljesen nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy mi már a messiás napjaiban vagyunk, annak a generációnak a kezdetétől, amiről azt lett mondva, hogy a Föld tele lesz az Úr ismeretével. Tudjátok, mondja Rav, hogy én soha nem tettem hangsúlyt a Zohár könyvére a tanulmányainkban korábban. Az ember egyéni útja és a csoport egyéni útja és az egész emberiség általános útja, azt mondjuk, hogy a kollektíva olyan, mint az egyén, és az egyén olyan, mint a kollektíva. Ennél fogva én nem voltam képes felgyorsítani az időt, vagy felgyorsítani az időt, és elkezdeni az Zohár könyvét olvasni veletek, hogy ezzel valamit is kezdjünk. Ti nem lettetek volna képesek ezt meghallani. Ez nem lett volna meghallva. Ennél fogva mi hosszú évek során tanultunk, de szinte alig érintettük az Zohár könyvét. Az első években egyáltalán nem is nyúltunk hozzá, tehát az Zohár könyvét ki se nyitottuk. És én tudom, saját magamon is tudom, hogy el kellett jönni egy különleges időnek, ennek a belső késztetésnek meg kell jelenni, és akkor hirtelen éreztem 4-5 évvel ezelőtt, mikor kicsit már talán korábban kezdtük, talán egy pár évvel korábban, de valójában akkor kezdtem el érezni, 4 évvel ezelőtt, 2010-ben, hogy valamit kezdenünk kell magával a könyvvel, hogy el kell kezdjünk ezzel dolgozni, mivel lehetetlen abból tanulni egy ilyen módon. A barátok, akik a világ minden részén vannak, hogyan tudunk egy ilyen könyvet lefordítani egyáltalán? Hogyan lehetséges egyáltalán megnyitni ezt egy egyszerű személy számára? Még akkor is, hogyha beszél héberül, még akkor is, hogyha ez az ő anyanyelve, akkor lehetetlen ezt megtenni, hiszen annyi akadályon kell keresztül menni, ameddig azon keresztül megy, tehát mi ezt egy célként vettük magunkra, és én éreztem, hogy egy hatalmas spirituális emelkedést érünk el azáltal, hogy én egy napi rutint felállítottam magam számára, és minden egyes nap dolgoztam azon, keresztül mentem az egész Zohár könyvén, annak a szövegén, a különböző volumeneken, a kötetein, tudjátok, hogy 10 kötete van a Zohárnak, de hatalmas élvezetet kaptam ebből. Én éreztem magamon, hogy ittam, állandóan ittam ezt az élő vizet, az életet adó vizet, és nagyon sok ember dolgozott ezen, és pedig megkérdeztük, hogy esetleg mindenkinek átmegyünk, hogy majd lehet, hogy mindannyian fölmegyünk a színpadra, és elmeséljük nektek ezt a projektet, hiszen ez nem én vagyok. Én kezdetben megtisztítottam, de utána nagyon sokan dolgoztak ezen, ellenőrizték, újra dolgozták, és aztán kidolgozták, vagy kifinomították a végén a teljes produktumot, a terméket, és természetesen maga a munka, az nem volt munka, ez egy ajándék volt, de most nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt szolgálhatjuk, átadhatjuk az egész világnak. Miért mondom azt, hogy az egész világnak? Bár az héberül lett kinyomtatva, meg ha jól láttam a rosszul is, ez héberül van. De mi már az egy olyan módon lett kinyomtatva, és nyilvánvalóan ezt megvehetitek a könyvesboltban, tehát ezt meg lehet most már vásárolni.
de az első rész az már le lett fordítva oroszra is, és remélem, hogy van angolul is? Oké, van angolul is, kérdezi Raf. Oké, nem tudom, lehet, hogy hamarosan, de nekik a színpadra kell menniük, és majd elmagyarázzák, hogy milyen nyelvekben jelenik ez meg, de a munka az folyamatosan megy, és nagyon remélem, hogy hamarosan képesek leszünk kiadni a Zohar könyvét az összes fontosabb nyelveinken. Nyilvánvalóan mi látjuk azt a barátainkon, hogy a barátaink felhasználhassák szelünk együtt. Benzi jön, hogy mondja valamit. Ugye Benzi volt az egyik vezetője a projektnek, a Ravon kívül. Ő az egész project menedzsere, a Bencion Görz. Bencion Görz, a Zohar project vezetője. Ő nem gondolta, hogy beszélek majd róla? Oké, de gyere ide, beszél róla. Gyere, Benzi, itt egy mikrofon neked. Tehát Vastaps Bencinek. Oké, gyere, gyere, álljál ide, hogy láthassanak téged. Tehát magyarázd el egy kicsit, hogy miről is szól ez az egész, vagy hogy mi is történt. No? Mondjál mindenkinek hellót, üdvözöld őket. Hoppá, most megint megakadt az adás. Nem tudom, hogy hallottok-e, de én nem hallok semmit. Én nem érzek senkit külön-külön, de az új épület, vagy a kongresszus, de minden egynek érződik, mint hogyha otthon lennék. Tehát ezért nem mondtam hello, mint hogyha nem is váltunk volna egymást. Tehát ezért nem mutatkoztam be először, még nem mondtam hello-t, mondja Benzi. Elnézést, emberek, az internet ez nagyon-nagyon ingadozik. Imádkozzunk, hogy megmaradjon. Tehát egy hatalmas csapat dolgozott ezen, mondja Benzi, ahogy ezt a Rav mondta, hogy több tucatnyi barát dolgozott azon, a neveket kinyomtattuk a könyvben, mennyire lehetett, hiszen mindenki elképesztő munkát végzett, nem csak technikailag, hanem belsőleg is, ez érzékenység, hogy megőrizzük a Rav munkáját, és olyan közel maradjunk a forrás szöveghez, ahogy csak lehet, és ebből az valami eredetírásához, és minden, amit tettünk, minden valóban, amilyen közel csak lehet a balaszulámhoz, senki nem csinált semmit, hogy hogy érezte, nem megmaradtunk, olyan közel, ahogy csak lehetett a balaszulám eredeti szövegézése szándékához. Amikor a szerkesztői munkáról beszélünk, az egész könyv az igazából 5500 oldal, ha jól látom, amit több tucat órát mentünk rajta, akkor el tudjátok képzelni, hogy hány ember ment ezen keresztül, elképesztő teljesítményt keresztül mentük ezen a könyvön számtalan szó, több tucat szorát mentük az egész könyvön, ez 5500 oldalon. És még egy dolog, hogy a munka, hogy az emberek rengeteg változáson mentek keresztül a munka során, megváltoztunk. Az egyik fő editorunk, Lea Viktor azt mondta, hogy a fia, aki még csak nem is kapcsolódik a könyvhöz, egy kislánya született, és Zohárnak nevezték. De azt mondta, hogy semmi köze az, hogy a Zohar könyvén dolgoztál, de vannak ilyen történeteink, tehát bár nem tudta, hogy a Zohar könyvén dolgoznak, vagy azt mondta, hogy ennek semmi köze, de mégis a lány Zohárnak nevezte ez a munka. A Zohar könyvén ennek a hatalmassága az, hogy az első alkalommal köszönhetően ennek a munkának, ennek a könyvnek, minden egyes személy képes csatlakozni ehhez a hatalmas körhöz, a Zohar íróihoz, mivel ezt a munkát ők végezték el 2000 évvel ezelőtt, és nekünk most megvan a lehetőségünk, hogy megismételjük ezt a munkát egy könnyű, elérhető módon. Kinyitjátok a könyvet, együtt ültök, és mindenki egyszerűen meg van jutalmazva lehetőséggel, hogy imádkozzon a barátjára. Ez csak egy csoda, ez egyszerűen egy csoda. Bárki, aki aggódik, vagy nem biztosabban, vagy nem képes megtenni, semmi probléma. Itt a Zohar a népnek,
nyissátok ki egyedül, vagy a barátokkal, vagy nézzétek a tévén. Mi szolgálunk mindenkinek, aki megkapja ezt a könyvet. Tehát ez valóban egy szolgálat. A szolgálat a küszöbötökre, hogy kiérdemeljétek azt a hatalmas fényt, amiben a könyve megtalálható. És én nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy vegye meg ezt a könyvsorozatot, szeretnék, hogy szépen nézzen ki, vagy tehát, hogy létrehozzunk egy új betűformát, kifejezetten a könyv érdekében. Könnyű olvasni, gyönyörűen néz ki, tudjátok, a szent szövegben az általában apró betűk, hogy megpróbáljuk zsúfolni ezt a soma anyagot. Tehát ez egy csoda volt. Mi nagyon sok anyagot zsúfoltunk a könyvben, de ugyanakkor meghagytuk a beteget, hogy egy elég nagy betű legyen, hogy könnyű legyen olvasni. Minden azért van, hogy minél könnyebben hozzáférhessetek és olvashassátok. Minden azért, hogy a személynek semmilyen fizikai határa, korláta ne legyen maga előtt, hanem képes legyen koncentrálni csak a belsőségre és a könyvre, hogy csak is a másikra gondoljon, csak is a másikért kérjen. Tehát az AR könyve az egyszerűen beragyogtat minket, de csak nyissátok ki a könyvet, és biztosak vagyunk benne, hogy ez összekapcsol minket, ezért vagyunk itt. És a valóság az, Rav mondta, 4 éve, de igazából Rav már körülbelül 5-6 éve kezdte el ezt a munkát, és csak később csatlakoztunk a munkához, Rav először egyedül tette. És ez a hatalmas lelkesedés, amit Rav megemlítette, ez nem egyszerű Rav munkájába belekapcsolódni, mert Rav állandóan mozog és mindig valami más csinál, hogy szolgálja a publikumot, de ez a munka leültette végre, egy helyben maradt és megmutatja, hogy ez mennyire fontos ez a feladat, hogy eljött, hogy állandóan változtasson, meg mozogjon, leült és ezen dolgozott 4 éven keresztül. Ez mind ennek a könyvnek köszönhető, hogy ez elkészült. Tehát még egyszer köszönjük, hogy itt vagytok és hogy részt vesztek minden velünk együtt közösen. Taps! És köszönet mindenkinek, aki ezzel a könyvén dolgozott, aki részt vett ebben. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik már nincsenek itt velünk. Az egyik legfontosabb szerkesztőnk, Asszia, éppen életetet egy kisbabának, tehát szeretnék neki is a legjobbakat kívánni. Ennyi. Zohar, ez az életünk mostantól kezdve, és biztos vagyok, hogy újra és újra visszatérünk ehhez, ahogy a nap halad előre, hogy még beszélünk majd a Zoharról. Köszönjük, barátaink, mondja Benci. Rav. Nos, nézzétek, mondja Rav. Soha korábban kabbalisták nem írtak egy könyvet a közöttük elő kapcsolatunk keresztül, ahogy 10 ember összekapcsolódik. Soha korábban Zohár nem lett olyan emberek által írodva, akik elérték a templom pusztulását megelőzően, vagy a pusztulás után sem. Pontosan a törésben voltak mindkét oldalról, ennél fogva képesek voltak elérni azt, hogy összekapcsolják a törést és a számüzetést, hogy ezt mindkét oldalról összekapcsolják, mert még éltek a törés előtt és a törés után is. Nem volt olyan kabbalista utánuk, aki elérte volna a 125 szintet, hogy a Balaszalom írja. Ez egy teljes korrekció velük és a Teremtővel. Ennél fogva ez a könyv, ez magasztos, ez abszolút magasztos, ez a végső korrekció, mi nem tudjuk még ezt. Számunkra minden valami kabbalista által volt íródva, de az mind szent, hiszen az minden kabbalista spirituális elérésen keresztül írt, de ez a könyv olyan emberek kapcsolatán keresztül íródott, akik valóban elérték a teremtőt a legmagasabb szinten, ebből a kapcsolatból íródott. Ennél fogva ez egy olyan könyv, amely, hogyha a személy ezzel megy, akkor ez visszavisz minket ugyanahoz a kapcsolathoz, elhoz minket a korrekcióhoz, ahhoz a szinthez, ahonnan megírodod a könyv. Hiszen az összes többi könyv az is spirituális elérésből lett írva, de csak egyéni emberek által, egyéni elérésen keresztül, nem pedig a kollektív elérésen keresztül. Ezek az emberek nem a kapcsolaton, a közöttük levő kapcsolaton keresztül írták, nem a csapaton keresztül, értitek? Ennél fogva bárki, aki a Zohár könyvét olvassa,
Ezért van az, hogy én ezt olyan közel akartam hozni mindenkihez, hogy elérhetővé tegyem mindenki számára, mivel az, aki elkezdi olvasni, akkor a fény elkezd dolgozni rajta. A fény, ami ezeken az embereken, ezeken a lelkeken keresztül lehet meg, amelyek összekapcsolódtak egymás között, ez a 10 lélek, és ennél fogva ez már működik bennünk, ez a fény, egy olyan módon, hogy mi elkezdünk érzékenyé válni a kapcsolatra. Bár akarjuk, akár nem, mi elkezdünk ezért dolgozni. Ennél fogva nagyon fontos számunkra, hogy lefordítjuk a könyvet a többi nyelvekre is, és hogy belemerüljünk, hogy ezt forgassuk, olvassuk kifejezetten, hogy ez a sorozat, az első kötet van a kezünkben, amely a Zohár bevezetője, amely maga az egész könyv, amelyet a Rabbi Simon írt, ezt a részt, tehát hogy ez a bevezetője, és ez magában foglalja a Zohár teljes könyvét, mi ezt már tanulmányoztuk többször, keresztül mentünk mindannyian a leckék során, tehát ez a legkülönlegesebb része a Zohárnak, tehát a bevezető, amely elmagyarázza, hogy ez a Sosen, a rózsacikk, a Rabbi Himn Szabának a betűi, akkor a Lala Shalkala, tehát a Minyasszony éjszakája, az Otiot, a betű, ki azt már mondtam, aki ezt már mondtam, hogy a Rav Hamnun Szaba, hogy ki a te társad, tehát a bevezetőnek a cikkelje, amely megvan nekünk. Tehát mindezek a dolgok, amelyeken már keresztül mentünk külön-külön, de elértük a többi részeket is, már belemerültünk a többi részekben is, a végső rész, tehát két hozzáadott kötet van a könyvhez, az egyik kötet, amit úgy nevezünk, hogy a Zohár az ünnepnapokra, azaz, hogy mit mond a Zohár a Pészakról, a Savotról, a Matan Tóráról, a Rosh Hashanáról, a Szukotról, tehát az ünnepekre írod a Zohár rész. És ez különleges időszakokra vonatkozik, az ünnepnapokra, és van egy másik kötet, hogy hívjuk azt a kiválasztott írások a Zohárból, ez egy elég nagy kötet, ez valóban különböző idézetek vannak, írások vannak az egész kötetből, ezek a legkülönlegesebb, legmagasztosabb idézetek, részek, amelyek nagyon megérintik az ember szívét. Tehát amikor felhasználjuk ezeket, ez csak vegyük magunkkal bárhova, amikor utazunk, csak vegyük magunkkal ezeket a rövid idézeteket, ezek rövidek, de valóban megtöltik a szemét. Ez az utolsó kötet, tehát én nagyon reménykedem abban, hogy élvezitek majd, és hogy nyilvánvalóan minden megtalálható benne, ami szükséges ahhoz, hogy korrigáljuk magunkat, és kezdjük el. Na, mit kezdjünk? Mit kezdünk? Tehát ők felkészítettek részleteket a Zohárból, tehát mostan olvasunk majd kiválasztott részeket a Zohárból. Kiválasztottunk egy párat, amit elolvasunk a kongresszus során a kiválasztott részek könyvéből, tehát az utolsó könyvéből. Oké, 9-es idézet. A barátok szeretete a Kitisza fejezetből. Mindazok a barátok, akik nem szeretik egymást, ők eltávoznak a világból idejük előtt. Raf, a világból azt jelenti, hogy ebből az érzésből, hogy ebből az érzékelésből lépnek ki, hogy valójában jó, hogyha gyűlöljük egymást, ez egy valódi érzés, amikor gyűlöljük egymást. Tehát mind azok a barátok, akik nem szeretik egymást, azok eltávoznak a világból idejük előtt. Ők lezuhannak, egy alacsonyabb szintre zuhannak, igen, olvasunk tovább. Mindazok a barátok, akik a Rabbi Simon idejében éltek, a baráti szeretet, testvéri szeretet volt közöttük. Azaz ők elérték a nefes és a ruhák szintjét az adakozást az adakozás érdekében. Legalább annyit. És ezért van az, hogy ebben a generációban a Tóra titkai fel lettek fedve. Mivel a hokma fénye fel lett fedve a haszadim fényébe öltözve, a haszadim fényével felfedték a hokma fényét, amely, és Rabbi Simon azt mondta, hogy az összes barátok, akik nem szeretik egymást, azt okozzák, hogy letérjenek a helyes útról. Sőt, mi több,
ők károsítást okoznak a tórában, tehát bemocskolják a tórát, mivel testvériség, szeretet és barátság van a tórában. Tehát ezek a barátok ezt bemocskolják. Rav, egy kapcsolat az emberek között, mondja Rav, a fény, amely összekapcsol minket, ez van tórának nevezve. Olvasunk tovább. Ábrahám szerette Izsákot, bár az egyik a jobb, a másik pedig a bal, mondja Rav. És Izsák pedig szerette Ábrahámot, tehát ő pedig a balról a jobbat, és ők összeölelkeztek, mondja Rav, azaz középen, a középső vonalon, Jákobban összeölelkeztek, mondja Rav. És ők mindketten megragadták Jákobot, szeretettel és testvériséggel. És ők a szellemiségüket átadták egymásnak, a lelküket átadták egymásnak. Rav, ez a mi lelkünkről beszél, amely három vonalból áll, és mindegyikünkben létezik egy oldal, amit úgy nevezünk, hogy Ábrahám, a másik, tehát az a jobb oldal, a másik, a bal oldal az Izsák, és középen van Jákob, a középső vonal, és nekünk össze kell gyűjtenünk az összes tulajdonságokat együttesen ebben a három vonalban. Olvasunk, és a barátoknak olyanná kell válniuk, mint ők. Nem szabad, hogy káromolják, bemocskolják őket. Mivel, hogyha a szeretet hiányzik bennük, ha a szeretet hiányzik, akkor ők bemocskolják az értéket felül, azaz Ábrahámban, Izsákban és Jákobban kárt okoznak, amelyek a Hesed, Gvura és a Tiferet, amely a lelkünkben van, mondja Rav. Csak is egyetlen lélek létezik, mondja Rav, egyetlen edény létezik, egyetlen vágy létezik, amelyet a Teremtő teremtett, a létezést a semmiből. És ez a lélek, ez az egyetlen lélek, ezt fel kell fedeznünk és meg kell töltenünk. Mindenki azáltal, hogy felülemelkedik a saját egója fölött és összekapcsolódik másokkal. És akkor egy ilyen módon mi összekapcsolódunk ezzel a térrel, ezzel az űrrel, amely korrigálódott a cincum alájban az első megszorításban, és akkor ebből a helyből, ahonnan mi növekedtünk, ahonnan, mint hogyha szétváltunk volna egymásból a törésen keresztül, ahol leszakadtunk egymásról, nekünk jönnünk kell, és meg kell töltenünk ezt ismét, ezt a teret egymás között, azáltal, hogy összekapcsolódunk egymás között, azáltal, hogy összeölelkezünk és belépünk egyetlen hálózatba. Ez valójában a munkánk eszenciája, lényege, az, hogy összekapcsolódunk annak érdekében, hogy elérjük a teljes és örökkévaló magasságot, és akkor örökkévaló életet. És akkor ez a közöttünk levő kapcsolat, ez a rendszer, amelyet felfedezünk, ezt nevezzük úgy, hogy Neshama, azaz a lélek. És ez egy mindenki számára, hogy ezt a Balaszolom írja, a 600 ezer lélek cikkében. Oké? Okay? Mondja Rav. Oké, okay, menjünk tovább. Következő olvasat. 84-es idézet. 600 ezer lélek létezik, és minden egyes lélek számtalan szikrára oszlik. És a személynek meg kell értenie, hogyan lehetséges az, hogy a spirituális feloszlik, vagy szét van osztva, hiszen kezdetben csak egyetlen lélek volt teremtve, Adam Harishon lelke. Tehát ez van felosztva minden egyes személy testének az ereje által, és a test korrekciójának a jele az, amikor a személy már érzi, hogy az ő lelke az egész Izraelben létezik, és minden egyes személy közülük, aki még nem érzi magát már egyénként, mivel mindenki mindenkitől függ. Tehát már nem érzik, hogy egyénileg, hanem mindenki mindenkitől függ, és akkor az már teljesével válik, hibátlanná válik, és akkor a lélek tényleg ragadott benne, a teljes elével ragadott benne, ahogy ez megjelent Adam Harishonban. Raf, ez az, amire szükségünk van. Abban a pillanatban, amikor mi egymás fele vonzódunk, megragadjuk egymást, és a kapcsolat fele haladunk, és benne vagyunk foglaltatva egymásban, integrálunk egymással, akkor mindenki elfogadja a másiknak a vágyát, a saját vágya helyett, a saját vágyát megszorítja, és behatol a másikba elfogadva annak vágyát. Nyilvánvalóan a szükségletek felett, ami csak a létezésére szükséges, de a létezése fölött, a szükséges létezési feltételek felett az összes többi vágyát lecsatolja magáról, figyelemben kívül hagyja, és megy, és adakozik a másiknak. Ebből az következik, hogy amikor így összekeveredünk egymással a szükségleteink fölött, bármi, amit megteszünk, hogy gondoskodunk magunkról, az nem számít, mivel a szükséglet, tehát a szükségletet se nem káromoljuk, se nem dicsérjük. Ez csak egy szükséglet, hogy létezhessünk, de minden más, amit a többiekét teszünk, ezt tesszük úgy, hogy az adás, és hogyha a személy egy ilyen módon adakozik a másiknak, akkor elkezdi érezni ezt az egyetlen lelket, ahol összekerülünk egymással.
amekkora mértékben a személy szélesíti az adakozását, elkezdi látni, hogy az edény az valóban az övé, hogy ez mind hozzá tartozik, hogy valóban kilépett a saját keskeny egyéni érzékeléséből, amely benne volt, és hogy ez valóban hazudott neki addig, az ami becsapta őt, és azt gondolta, mintha saját magáért dolgozott, de igazából nem dolgozott magáért, ő valami fajta vágyat szolgált, amit semmi nem hagyott meg a számára, és amikor a személy elkezdi megtölteni a többieket, akkor elkezdi érezni, hogy valóban ő most már a saját lelkét tölti meg a többieken keresztül. Ennél fogva ez a bölcsesség, hogy hogyan fedezzük fel ezt az igazságot, hogy a gonosz hajlam addig hazudott számára, mint hogyha lenne egy saját világa, mint hogyha saját magának dolgozott volna. Felfedezzük, hogy azáltal, amikor magunk fölemelkedünk, ennél fogva nevezzük ezt a kabala bölcseletének megszerzésnek, mivel valóban mi megyünk, hogy megszerezzünk. Mi megszerezzük a hatalmas, végtelen, teljes edény. Csak nekünk látnunk kell, hogy mint amikor néha valakit rá akarunk beszélni, mint egy gyereket, aki nem akar meghallani minket, egyszerűen nem képes minket meghallani, akkor fokozatosan azáltal, hogy hatalmas munkát végez, mindennek ellenére megváltoztatjuk az érzéselésünket. Ez az, hogy ez történik vele. Mi képtelen vagyunk ezt megemészteni, mint a kisgyerekek, mi makacsok vagyunk, ezt nem tudjuk megemészteni, hogy mi ezt nem a saját értekünkben tesszük, ahogy ez tűnik számunkra. Ez igazából a kárunkra szolgál, amit csinálunk ennél fogva. Az egész bölcsesség az a megszerzésnek a bölcselete, hogy hogyan kapjuk meg a helyes dolgokat, ami valóban képes a lelkünket megtölteni, ami örökkévaló részünket megtölteni. És akkor mi átlépünk, ahogy azt mondjuk, hogy meglátjuk az életünket a mi időnkben, tehát átlépünk az örökkévalóság a teljes létezés érzetére. Ennél fogva ez az idézet a Hidrazútából, ez egy nagyon különleges, ez a Hidrazútából, ez egy különleges része a Zuhárnak. A Hidrazúta, a kicsiny barlang, ez elmagyarázza nekünk, hogy ebből a barlangból hogyan jöjjünk ki a fényre. A Hidrazúta, ez a Hidraraba, a nagy barlang, és a Hidrazúta, az a kicsiny barlang. Hidrazúta, nagy barlang, Hidraraba, nagy barlang, Hidrazúta, kis barlang. Tehát a tizedik idézet a Hidrazúta megnyitása, a kicsiny barlang megnyitása. Rabbi Simon azt mondta, hogy itt az ideje a jó akaratnak, és én el akarok jutni a következő világra mindenfajta szégyen nélkül. Tehát itt szent dolgokat találunk, amiket még nem fedeztünk föl mindeddig. És én most fel akarom fedni az isteni Sehina szellem előtt. Azaz, hogy senki nem mondja azt, hogy én elhagytam a világot valami hiányossággal. És mindeddig ez el lett rejtve a szívemben, hogy beléphessek a következő világban ezekkel. És ennél fogva én elrendezlek titeket. Rabbi Abba, te írsz majd, Rabbi Elazar, ő a szívén keresztül tanul majd, és a többi barátok pedig majd a szívükben mormognak. Rabbi Abba felemelkedett a válla fölött, és Rabbi Elazar pedig elé ült, és a Rabbi Simon azt mondta neki, emelkedj fel, fiam, mivel egy másik ül ezen a helyen. És Rabbi Elazar felemelkedett. Rav, ezek mind spirituális cselekedetek, hogy az egyik leül, a másik feláll, az egyik a jobb oldalon, a másik bal oldalon, a másik mögötte, az egyiknek mond valamit. Ezek mind arról szól, hogy hogyan rendezik el a közöttük levő kapcsolatokat annak érdekében, hogy elkezdjék felfedezni a következő szintet. Olvasom. Rabbi Simon beburkolta magát ruházatába, leült és belekezdett. A halottak nem istenítik az Istent, és nem mindenki megy le. Nem az halottak istenítik az Isten, mivel ők halottnak vannak nevezve, és a teremtő van élőnek nevezve. És ő közöttük lakozik azok között, akik élőknek vannak nevezve, azok, akik az igazak, és nem pedig azokkal, akik halottnak vannak nevezve, akik a gonoszok. Rav. Az, aki összekapcsolódik, az van igaznak nevezve, és akkor a közöttük levő kapcsolatban a felső fény megjelenik, azaz, hogy összességében megadja nekünk a teremtő érzetét, ez az adakozás és a szeretet tulajdonsága, és az, aki nincs összekapcsolódva,
az akkor nem rendelkezik ezzel a kapcsolattal, hanem csak ezt az életet érzi, vagy még ezt az életet sem, azaz, hogy elveszített az életét teljesen. Ennél fogva ők gonosznak vannak nevezve. És az írásnak a vége bebizonyítja, hogy ez írva van, és nem mindazok, akik lemennek a sírba, azok, akik lemennek az halál angyalához, maradnak a pokolban. De nem azok, akik élnek, azok az igazak, akiknek a Teremtő jólétet akar adni. Azaz szükségünk van a Zohar könyvére, mondja Rav, a Zohar az, ami felosztja azokat, akik a kapcsolatfele vonzódnak, akik az igazak, akik felfedezik a következő világot, azokkal szemben, akik a szétválasztás felé haladnak, vagy akik gonoszak, akik a törést, a válságot okozzák, vagy abba belesüllyednek, és ők vannak gonosznak nevezve, és ők, akik lemennek a halálangyalhoz a pokolban. Rabbi Simon azt mondta, a Hidra Rabában mi vagyunk, és a berejtek beszélnek, és mi velük vagyunk, de most egyedül beszélek, és mindenki meghallgatja a szavaimat. A felső és az alsó is meghallgatja a hangomat. És boldog, ami hozzám tartozik ezen a napon. Rabbi Simon belekezdett, és azt mondta, én a szeretőmé vagyok, és az ő passziója, szenvedély az enyém. Mindazok idők alatt, ameddig ebben a világban voltam megkötve, addig egyetlen kötéllel voltam megkötve, azaz a Teremtőhöz voltam kötve. És emiatt most ez a szenvedély, ez az enyém. Azaz, hogy ő és az összes seregei eljönnek boldogan, hogy meghallgassák ezeket a tisztátlan dolgokat, és hogy áldják a Hatika Kadissát, amely a legtisztátlanabb az összes többi közül, amely a legkülönállóbb és a legleválasztottabb, ami igazából nem különálló. Ennél fogva minden hozzátapad, és ő mindenhez hozzátapad, és ő minden. Rav, mi átmehetünk kérdésekre, válaszokra, hogyha akartok, mondja Rav. Oké, Oren. Oké, kérdések, válaszok, és most elmagyarázzuk technikailag, hogy ez hogyan történik. Tehát két hely van kérdésekre. Kérjük, hogy álljatok föl, akik az igazgatók, aki kérdezni akar, az menjen a mikrofonhoz, és akkor az eserek, tehát az irányítók majd meghatározzák a sorrendot, hogyha van kérdésetek, menjetek oda. Ahogy van az első kérdés, akkor Dudi mondja nekünk, és elkezdjük. Oké, ugyanakkor megemlíthetjük, hogy nagyon-nagyon sok barátunk van, akik idejöttek rengeteg távoli helyről, a világ minden részéről. Tehát csak felolvasom az országoknak a nevezőt, hogy honnan jöttek. Barátaink Oroszországból, Izraelből, Egyesült Államok, Bulgária, Ausztria, Latvia, ez a telekünk az egész országgal, Litvánia, Svédország, Kazaksztán, Mexikó, Szaúd-Arábia, Brazília, Norvégia, Litvánia, Románia, Spanyolország, Ukrajna, Olaszország, Németország, Chile, Finnország, Örményország, Szlovénia, Kanada, Hollandia, Ausztrália, Belgium, Szlovákia, Lehány, Svájc, Szerbia, Anglia, Egyesült Királyság, Kolumbia, Costa Rica, Törökország, Japán, Franciaország, Egyesült Arab Emirátus, Csehország, Marokkó, Moldova, Ciprus, Bulgária, Lengyelország, Görögország, Esztónia, Jemen, Macedónia, Belorusszia, Új-Zéland, Kína, Horvátország, Grúzia, Argentína, Kongó, Nigéria, Szingapúr, Azerbajdzsán, Dél-Afrika, Portugália, Montenegro, 59 különböző ország, Lefaim.
És akkor kezdjük a kérdéseket, üljetek le. Első kérdés, oké, tehát jönnek a kérdések. Mi azt kérjük, hogy röviden kérdezzetek, nincs bevezetés, egyszerűen csak egy kérdést kérdezzetek röviden és nyilvánvalóan, egy-két mondat maximum, tehát nem kell bevezető, nem kell hosszú történet, csak egy kérdés. Oké, Jochai Ashdodból a kérdésem az, hogyha mi megkapjuk a Tórát, boldogsággal fogadjuk el a Tórát, akkor mintha egyszerűen részegé válnánk ezzel a boldogsággal, és nem tudom mire gondolni, mint egy drog, akkor mint egy drog. Én nem tudom, hogy ez hogy működik, magyarok, de ez mint a részegségnek a boldogsága számomra, ez a boldogság más. A boldogság az a kapcsolatra vonatkozik, ugye a jó cselekedetek hatására, ez egy másfajta boldogság, és ez hoz nekünk egy olyan érzést, mondjálak, egy elérést, ez a valódi boldogság, amikor felfedünk. Neked meg kell tanulni, hogy hogyan legyél boldog valami mással kapcsolatban, tehát nem részegességről, hanem azáltal, hogy adhatunk, azáltal, hogy felfedezzük az adakozást, ezáltal vagyunk boldogok. Következő. Köszönöm szépen, köszönök mindent, mondja a hölgy spanyolul, én Kolumbiából jöttem. És a kérdésem az, hogy a kongresszussal kapcsolatban mint ahogy van egy Zohár találkozunk az otthonainkban, ahol ezt olvassuk személyesen. Mire kell gondoljak? Tehát mi legyen a szándékom, amikor megnyitom ezt a könyvet? Mi legyen a szándékom, amikor kinyitom ezt a könyvet? Mi a helyes érzés, a helyes szándék, amivel rendelkeznem kell, amikor ezt a könyvet olvasom? Mint ahogy ezt mondtam, a Zohár a kapcsolatból íródott ennél fogva, csak is amikor összekapcsolunk egymással, akkor képes minket helyesen felébreszteni. Vagy ha én egyedül vagyok, akkor ugyancsak működik, de akkor ez belök engem a kapcsolat fele. Akkor képes vagyok az, de csak akkor érthetem meg, amikor másokkal vagyok összekapcsolva. És ugyanígy ez nem igazából megértés, amit kapunk, hanem ez egy felfedés. Amikor én elkezdem érezni belül a másokkal való kapcsolatom keresztül, hogy ez intenzívbe válik, hogy én hirtelen elkezdem érezni a többieket, elkezdem érezni a kapcsolatot, a többiekkel való kapcsolaton keresztül új erőket, új minőségeket kezdek felfedezni a többiekkel való kapcsolatban belül, és akkor felfedezem a felső világot, Amit a Zohár tesz velünk, az megadja nekünk ezt az érzést, a többiek érzetét, és akkor köztem és a többiek között ez a tér megjelenik, az erőtér, az adakozás, a szeretet tulajdonságának a tere, amely a felső világ. Ezt kezdjük el érezni. Ez az, ahogy nekünk keresnünk kell a helyes eredményét az Zohar olvasásának. Ezt kell keresünk. Majd beszélünk erről még a leckék során. Köszönöm nektek. Következő. Rav, kérdés. Oroszul, bocsánat. Kérdés. Hogyan tanuljam meg, hogy a vágyammal dolgozzak egy olyan módon, hogy pontosan azt adjam, amit a terapeuta. Oké, még egyszer a kérdés. Fordítás. Tehát megismétlik a kérdést. Hogyan dolgozzak a vágyammal egy olyan módon, hogy pontosan azt adjam, amit a teremtő követel. Ez pontosan az, amit a kabbalisták elmagyaráznak nekünk. Elmagyarázzák nekünk, hogyan érjünk el forma azonosságot a teremtővel. Hogy hogyan kell azt akar, amit ő akar, mivel a forma azonosságon keresztül, a vágyak azonosságon keresztül érjük el az összeolvadást a teremtővel.
hogyan akarjuk pontosan azt, amit a teremtő akar. Nagyon egyszerű. A teremtő az egyetlen erő, és mi mindannyian hasonlóvá kell válnunk ez az egyhez, ez az egyesülnünkkel, össze kell olvadnunk egészen addig az állapotig, amikor már nincs különbség közöttünk, nincsen távolság közöttünk, hanem egyé olvadunk. Ennyi az egész, mondja Rav. Várjuk a kérdést. Hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban? A feltételekkel itt vannak a férfiink, tehát hogyan tudjuk ezt meg a gyakorlatban? Az összes nők, mi azt várjunk, hogy keresztül törjétek ezen a kongresszusen. Ez nem csak a férfiakra vonatkozik, mondja Rav, ezt nem szabad a férfiakra, ez közösen együtt kell tenni, mondja Rav. Én most már nem szeretem ezt az attitűdöt, hogy nyomást helyezünk a férfiakra. Ez jó, hogyha van nyomás, de most meg kell értsük, hogy közösen kell. A személynek először is magára kell nyomást érezni, és nem pedig, hogy követeljen másoktól. Ez egy bizonyos különleges formája az egónak, egy a kabbalista nőknek az egója, hogy a kabbalista férfiakra helyezzenek nyomást, hogy egy elérjék számunkra. Hozzá ide nekem a következő világot, menjél a boltba, és vásárold meg nekem, de ez így nem helyes, mondja Rav. Én ezt mondom neked egy olyan módon, hogy valóban meg kell értsük, hogy mi partnerek vagyunk ebben. Ez egy közös dolog, ez teljesen egyenlő partnerek vagyunk, a nők és a férfiak. És nem kell senki máshoz fordulni, csak is magamhoz fordulok. Csak is magamhoz fordulok, és ezáltal a nyomást helyezek saját magamra, hogy példát mutassak másoknak ebből áll a munkánk, hogy példát mutatjuk másiknak. És ne várjunk senki mástól, hogy ez megtörténik ő rajta keresztül. Minden rajtam múlik, hogy ezt tegnap is tanultuk. Az a tény, hogy neked egy erős csoportod van, nagyon boldog vagyok, hogy ezt hallom. Tehát egy nagyon erős csoport van, mi benne kell foglalkozunk a csoportban, és ott kell dolgozni, és magunkban annyit kell elmondani, hogy csak képesek vagyunk, és akkor képesek azunk elérni mindezt. Következő kérdés. Drága barátaink, világcsoport. Én Csehországból jövök, Mihályal vagyok Csehországból. És én szeretnék köszönetet mondani neked és az összes hatalmas barátnak ezért a türelemért, és ezért, hogy képes vagyok például kérdést kérdezni. És amikor mi képesek leszünk elérni a teljes felfedezést, a teremtő teljes felfedezését közöttünk az egységen belül, amikor akkor is még egy korrigálatlan lélek leszünk, tehát a teljes és a tökéletes azt követeli, mondja Rav, hogy korrekció legyen mindenki között, mondja Rav, mindenki között, de egy részleges korrekciót elérhetünk. Mi a különbség az összes kabbalisták és a Rav Simon között? Hogy Rabbi Simon körül ott volt a 10 tanítvány, vagy 9 tanítvány rajta kívül, és mindegyikőjük elérte a közöttük levő kapcsolaton keresztül, elérték a teljes egységet. Mindegyikőjük egyénileg is és közösen is, és ennél fogva mi tiszteljük a Zohar könyvét. Ezért nevezük ezt Zohárnak, ragyogásnak, a felső ragyogásnak, hiszen így érték ők el. Ez az oka annak, hogy ennyire tiszteljük a könyvet, hiszen az ilyen hatalmas kabbalisták által irodott, olyan emberek által, akik elérték az ő teljes egyéni korrekciójukat. És a többi kabbalisták elértek különböző szinteket, magas szinteket, de nem a legmagasabb szintet, magasabb szinteket, de alacsonyabb szintet, mint a Zohár szerzői. És az ő korrekciójuk az nem volt teljes, nem volt tökéletes. Ők ugyancsak dolgoztak, ők is csoportokban dolgoztak, de az nem 10 volt, és nem egy olyan módon, és számtalan oka van annak, hogy ez pont a Rabbi Simonnal történt meg, és ez miért nem történt még másokkal a generációk során. Mi rendelkezünk a lehetőséggel, a képességgel, hogy elérjük bármit, amit akarunk. Minden megnyílt előttünk, teljesen megnyílt számunkra. A Zohár könyve, a kabbalisták összes írásai, létezik egy csoport, nézd meg,
nézd meg, hogy micsoda csoportunk van, több ezer ember van velünk, és több tízezernyi vagy akár milliónyi ember van, akik ezen kívül vannak, de tudnak róla, támogattak minket valamilyen módon, kapcsolódnak hozzánk részlegesen, vagy kevésbé, vagy tő jobban, és természetesen mi rendelkezünk az erővel, hogy elkezdjük. Én most nem arról beszélek, hogy mit érünk majd el, hanem előttünk áll a végső korrekció, de legalábbis egy rövid időn belül, hogyha mi akarjuk, akkor képesek leszünk megnyitni a mennyeket, semmi kétségem erről, hogy erről. Minden itt van, minden nyitva áll előttetek. És ti ugyancsak tudjátok, hogy hogyan haladunk előre, és hogy a munka hogyan jelenik meg közöttünk, hogy mi hogyan értjük meg egyre inkább, hogy hova kell a hangsúlyt helyezni, hogy hogyan fókuszáljuk az erőfeszítésünket, és hogy mennyire az integrál oktatás módszere az megjelenik és működik, ahogy kilépünk a külvilág fele, és az egész hatalmas világ elkezd meghallgatni minket, közelebb kerül hozzánk, még akkor is, hogyha ez még mindig távolról. De mégis mindenek ellenére ezek már lépések, ezek hatalmas lépések, amiket teszünk, csak még nem értjük meg, nem is érezzük, hogy mit csinálunk. De hogyha az egész világban elképesztő dolgok történnek már, csak nézzétek, hogy hány milliárdnyi évre van szükség ahhoz, hogy a közületi átlépjen a növényi szintre, hogy mennyi milliárdnyi év, akár 2 milliárd év talán, ameddig a növényi átlépette az állati szintre. És aztán az állati szintről megint mondjuk az, hogy talán 800 millió évbe tartott, és aztán a beszélő szint az is, mit tudom én, millió éveket tett, vagy talán kicsit kevesebb, vagy 700 ezer, de mondjuk azt, hogy az idő az egyre sűrösödik, ahogy haladunk előre. De az emberiség az csak most kezdte el ezt a periódust, ezt az időszakot, ennél fogva az előrehaladás az még mindig nem látható. De én látom, mondja Rav, hogy előttünk, valóban minden előttünk megnyílt, előttünk áll. Hogyha közöttünk a Zohár könyvének a segítségével, az összes cselekedetünkön keresztül mi képesek vagyunk elérni a kapcsolatot, és elkezdünk haladni a felső erő irányában, a formazonságon keresztül, hogyha mi elkezdünk kilépni a külső világ felé az integrál oktatáson keresztül egy helyes módon, megfelelő módon, akkor én azt hiszem, hogy egy éven belül, ebben az évben nekünk valóban át kell formázni magunkat egy helyes módon, hogy ez már tehát mindkét irányban pozícionáljuk magunkat, és minden előttünk áll. Én semmi okát nem látom annak, hogy bármilyen késedelem legyen. Köszönöm. Következő. Rav, először is én tele vagyok érzelemmel és hatalmas tisztelettel a munkádért, hogy összekapcsoltad az embereket ezen a fantasztikus kongresszuson. Tehát hatalmas köszönetet mondok neked. Lenne egy kérdésem. Ez igazából egy naív kérdés. Azt mondtuk, hogy a személy nem érintheti meg a Zohárt, és én a balaszolomnak a Zoharját tartom a kezemben, és ezt tanulom minden egyes nap. Akkor mi a Zohárnak, a Zohar lámnak az újdonsága? Semmi újdonság nincs benne, semmilyen felújítás nincs benne. Hogyha te képes vagy balaszolom Zohárjával, menj az ő kommentárjával, a Zohár kommentárjával menni, akkor ez még inkább így van, akkor maradj azzal. Mi megpróbáltuk ezt könnyebbé tenni, hogy a Zohár könyvét, a Zohár szövegét olvashatóvá tegyük olyan emberek számára, akik még nem képesek magukat helyesen orientálni. Nehéz számokra, különböző verziókat látnak, különböző nehézségek vannak, a héber és a zárálminek a keveréke, ez nagyon nehézé teszik a személy számára, hogy valóban fókuszálni, pontosan mi is íródott ott egészen addig, ameddig el nem éri a kommentárt, a passzusnak a magyarázatot, és aztán számtalan akadályon keresztül minden egyes részletben,
aranni, aztán az egymással mutató referenciák, a mindenfajta rövidzárlatok, vagy összekapcsolások. Mi egyszerűen ezt csak megtisztítottunk, semmi más nem tettük, csak így a szöveg könnyebbé vált az emberek számára, és akkor tudjátok, hogy hány ember manapság el van kényeztetve, de szerintem csak kinyitja a könyvet, minden héberül van, minden egyszerű, minden a helyes helyen van, és ez nincs rejtve. Tehát nincs mindenfajta különböző méretek, vagy döltött betűk, hanem minden ugye nehezebbé teszi a szemeknek az olvasás. Mi láttuk ezt az emberekben, hogy nehézítettet. Tehát egyszerűbbé tettük egy egyszerű, szép, nagy betűformával. Én még a saját tapasztalatomat is hozzátenném. Esetleg pszichológiailag én azt hiszem, hogy a saját tapasztalatomból, nagyon sok tapasztalatom van, mivel én Jesivában tanultam, mondja a Sam Oren, nagyon sok tapasztalatom van a szövegekkel, a Torával, különböző formákban, a Zohar, a Létra kommentár, amikor a Zohar mindenkinek megszületett, amit én éreztem magamon, az, hogy amikor a Zohar mindenkinek könyvet olvasom, akkor minthogyha egy forrásból innám a vizet. Ez olyan, mint a szabadon folyó víz, amit csak iszok, és semmi nem állít meg engem. Ez olyan, mint egy patak, egy folyam, amit csak együtt folyok vele, egy forrás, és ez egyszerűbbé teszi. Látjátok, abban a pillanatban, amikor ízleltek a Zohar mindenkinek könyvből, akkor érzedek a különbséget, mintha egyszerűen egy gyönyörű patakban úsznánk, csak magával visz minket, és mi csak megyünk, szemünket behonyva, hagyjuk, hogy a víz vigyen minket. Oké, mi most szeretnénk átmenni egy workshopra, mondja Oren, tehát mindjárt elmagyarázzuk, hogy mi az, hogy workshop, de mielőtt ezt megtennénk, technikailag azt szeretném, hogy mindenki forduljon az asztalához, csak forduljunk egymás felé, tehát most mindkét oldalról, csak azt szeretnénk, hogy forduljatok szemben, és csak üljetek egymás elé, anélkül, hogy elmennétek, vagy kicseréljétek valamit, csak forduljatok szembe, forduljatok az előttetek levő személy felé, az asztal másik oldaláról. Oké, tehát anélkül, hogy vesztegetnénk egy másodpercet sem, ne menjetek sehova, mindenki csak forduljon szembe egymással, nincs beszéd, ne vesztegessünk egy percet sem. Vannak más aserek, akik segítenek, hogy más nyelveken beszéljünk, hogy megtaláljuk egymást, és körül úgy jöjjünk, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli. Oké, bezárom a felvételt, tehát csak